2012 és 2015 között a svájci-magyar együttműködési programnak köszönhetően 476 millió forintos svájci támogatással összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet modelljének kísérleti bevezetése Magyarországon. Elsők között Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen hoztak létre ilyen irodákat. A közösségi rendészet modellje kreatív megoldásokat alkalmaz és minden esetben bevonja a helyi lakosságot a problémák megoldásába. Itt a Józsavárosban a közbiztonság nagyobb erőket igényel, megteremtése, biztosítása. Külső itt az Ungvársétány egyben, hát az önkormányzatnak ez egy elsőrendű feladata. Ugye a közbiztonság első számú felelős a rendőrség, de nagyon sok módon segíthetjük a munkájukat. Most ezzel az iroda kialakításával, amit térítésmentesen adtunk át most a közösségi rendőröknek, annak érdekében, hogy legyen itt egy állandó bázisuk, egy ügyfélszolgálati irodájuk, és legyen lehetőségük találkozni az itt élőkkel. A közösségi rendőrökhöz szinte bármilyen ügyben fordulhatnak a lakosok, a rendőrök elsődleges feladata, közbiztonság megteremtése és fenntartása, de ha olyan problémával találkoznak, ami nem tartozik a hatáskörükhöz, azokra is segítenek megoldást találni. Nagyon pozitív eredményeket hozott ez az újfajta szemlélet. A lakosság nagyon nyitott, és a kollégáink is meglehetősen pozitívan állnak a feladathoz. Eddigi eredmények kapcsán bíztan állíthatom, hogy a folytatásban nagyon reménykedünk. Évvégéig van most meghosszabbítva papíron a dolog, de a projekt szervezetén belül még további 2 évig mindenképpen működtetni szeretnénk ezt a rendszert. De ha ne adj Isten, nem lenne erre mód, akkor is az a másfajta szemlélet, az a fajta hozzáállás és mentalitásbeli pozitívum, amit hozzátett ez az egész rendszer a jelenlegi struktúránkhoz, ez mindenképpen továbbviendő és megismerendő a többi kollégáinkkal is, mert nagyon sokat tesz. A projekt eredményeként a városokban szorosabb együttműködés alakul ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, aminek hatására javulhat a lakosság biztonságérzete is. A modellt a tervek szerint további 20 nagyvárosban vezetik be.